Milyen lehetőségek vannak a kullancs riasztásra kutyáknál? Jó a kérdés, mert ebben is változás van, szerencsére újabb és újabb készítmények és applikációs módok is megjelentek az utolsó néhány évben, évtizedben. Tehát a kullancsokat ma jobban tudjuk távol tartani, mint korábban. Új lehetősége a kullancs távoltartásnak a tablettás lehetőség, ez korábban nem volt, ez egy, ez egy új dolog. Már két készítmény is rendelkezésre áll, amely, amelyet ha lenyeletünk az állattal, ez egy olyan tablettás készítmény, amit könnyen lenyel, finom, ízesítve van, tehát nem, nem várható, hogy kiköpi, és ilyen módon folyamatos kulancsiasztást hoz létre, nagyjából három hónapig. Ez egy jó módszer, ugyancsak nagyon jó módszer, és nagyon sok termék áll rendelkezése ebben a kategóriában, amit a nyakra bőrön át csöpögtetünk, és bőrön át felszívódik, eljut a a bőrlati kötőszövetben nagyjából minden fagyúmirigyhez, onnan egy folyamatos párolgással egyfajta ködöt tud tulajdonképpen létrehozni a kutya környékén, vagy a kutya környezetében, amely riasztja a kullancsot, több típusa van. Van olyan típus, amelyik írtja a kullancsot, van amelyik távol tartja, van amelyik pedig csak a kullancs szaporodási ciklusát, akár bolha szaporodási ciklusát állítja le. Tehát többféle kullancs ellenes készítmény van, de alapvetőleg ez, ezek a hatékonyak. Vannak még porok és különböző sprés készítmények, ezeket rövid időtávra tervezték, és arra alkalmas is. Tehát egy sétáltatás idejére mondjuk alkalmas lehet egy spréskészítmény a biztos távoltartásra, de tartós, folyamatos hatást ettől nem lehet várni. Vannak még olyan jó minőségű nyakörvek, amelyek átitatott speciális kullancsriasztó és parazita riasztó nyakörvek, amelyek hasonlóan a nyakra csöpöktetett, bőrön át felszívódó, ugyanez a spoton készítményekhez egy folyamatos burkot, kvázi burkot hozva létre a kutya környe, vagy a macska körül képes jó minőségben távol tartani a parazitákat és ugye a kullancsot.